Sziasztok! Nem tudom, hogy ki mit hallott, vagy mit tud a Preziről, úgyhogy csak nagyon röviden egy picit bemutatnám a termékünket, ami ez, egy prezentációs szoftver, ami felhő alapú, és webem, az asztali gépedem, az iPad-eden és az iPhone-odon tudod használni, és tudod szinkronizálni ezeket, és ez igazándiból ezért is egyedülálló, mivel ha valahol elkészített egy prezit, az mindenhol ott lesz, illetve sötét is lesz egyszer csak. Igen, tehát ez a prezi, és én itt dolgozom, és ahogy már elhangzott, Békés Csabáról származok, és pszichológiát tanultam, és az egyetem után kerültem a prezihez, akkor még 50 körül volt a létszám, most már több mint 210-en vagyunk. És azért jöttem el most hozzátok, hogy elmondjam, hogy a mi életünkben mi az az 5 nagy alapelv, ami meghatározza mindennapjainkat. Hiszen a prezinek, a sikerének az egyik legnagyobb kulcsa a kultúra, és ezek az értékek, ez az 5 nagy érték az, ami meghatározza a kultúránkat. De mi is az, hogy érték, vállalati érték? Ezek olyan irányelvek, amiket minden, ahogy említettem, minden napjainkat meghatározza, és ami a víziót, a missziót is vezérli. Azt, hogy mi a te szervezeted, a cégednek a víziója. Mindezek mellett segíti a döntéshozást, hiszen ott van neked, mi esetünkben 5 ilyen érték, elv, ami, hogyha nehéz helyzetbe kerülünk, mindig iránytűként szolgál számunkra. Illetve identitást ad, meghatározza azt, hogy te ki vagy, mi a szervezeted, hogyan jelensz meg a külső környezet számára, és egységet is teremt a szervezeten belül, egységbe kovácsol, ezek vagyunk mi. Azt szeretnénk, hogy minket így lássanak. És ezért is nagyon fontos, hogy hogyan választod meg az értékeidet, mi alapján, és hogy milyen értékeket választasz. És én most ezért vagyok itt, hogy ezt az 5 értéket bemutassam nektek, hogy ez hogyan jelenik meg a termékfejlesztésünkben, a munkaerő kiválasztásban, és alapvetően a mindennapjainkban. Ez a mi 5 értékünk, és az első, jobbá tesszük a világot. Ez maga a víziónk is. Mi tényleg hiszünk abban, hogy egy nagyon jó kommunikációs eszközzel jobbá lehet tenni a világot, mert mindenkinek van jó ötlete. Itt most nagyon sokan elmesélték a jobbnál jobb ötleteiket, amiket megvalósítottak. Volt, aki bemutatott másoknak az ötleteit. És mi egy olyan eszközt szeretnénk adni mindenkinek, aki el tudja juttatni az ötleteit valaki máshoz, a világ bármely pontjára. És mi ezt szeretnénk adni a termékünkkel. És mindemellett szeretnénk befolyásolni, hogy hatást gyakorolni a környezetünkre is, különböző programjaink által. És ilyen például a Coding Girls, ami középiskolás lányoknak született program az informatikáról. Hogy hát nem csak egy fiús dolog ez az informatika, kódolni mindenki tud, tehát ez nincs leírva, hogy csak fiúk tudnak kódolni, meg IT-ba csak fiúk lehetnek, meg ilyesmi. És ez egy ingyenes program lányoknak, akik eljönnek hozzánk, nem kell semmilyen tudástapasztalat a kódolásról, és megtanulnak egyszerű programnyelvekben kódolni. Most már a második csapat van nálunk, és az első csapatból nagyon örülünk, hogy van, aki ezért választotta hivatásának később a kódolás és a programozást. Ami még nagyon fontos számunkra, hogy együtt működjünk más tech cégekkel. És az egyik ilyen programunk, a Nyitottak vagyunk, az Aspel és a Google-el együtt hoztuk létre. És erről hoztam is nektek egy videót, ami remélem működni is fog, és hallani is fogjátok. Piládina vagyok, a Google magyarországi vezetője. Árvai Péter vagyok, a Prezinek a társalapítója. Bán Miklós vagyok, az Aspel vezetője. Nyitottnak lenni megéri. Nyitott vállalatokként alapvető értéknek tekintjük, hogy munkatársainkat és partnereinket kizárólag tetteik és teljesítményük alapján ítéljük meg.
Tekintet nélkül életkorra, nemre, nemi identitásra és szexuális orientációra. Tekintet nélkül nemzeti, etnikai hovatartozásra vagy származásra. Tekintet nélkül politikai, vallási vagy más meggyőződésre, fizikai vagy egyéb adottságra. Sikerünket annak is köszönhetjük, hogy nyitottak vagyunk. Nyitottak vagyunk. Nyitottak az új ötletekre, szokatlan megoldásokra, egymásra és a világra. Tudjuk, hogy hozzánk hasonlóan sokan nyitottak. A nyitottakvagyunk.hu azoknak a vállalatoknak, szervezeteknek és közösségeknek hoztuk létre, amelyek ezt együtt ki is szeretnék fejezni. Hogy ezzel inspiráljanak másokat is. Ugye neked is van egy történeted arról, hogy megéri nyitottnak lenni? Mondd el a YouTube-on, ezzel küldj te is egy üzenetet az elfogadásról. Egy üzenetet a nyitottságról. Ünnepeld velünk a világ sokszínűségét. Hallasd a hangod és állj ki a nyitottságért. Nyitottak vagyunk. Inspiráljunk együtt másokat is. Ez számunkra nagyon fontos. Mi azt szeretnénk, hogy mindenkit a tudása, az eredménye és a képességei alapján ítéljenek meg, hiszen a diverzitás nagyon fontos. Tehát ahogyan a Coding Girls is az, hogyha különböző emberek gondolkodnak ugyanazon a problémán, más megközelítésekben nézik a problémát, más megoldások születhetnek, és ezért fontos számunkra a nyitottság, hogy minél inkább, minél nagyobb diverzitást tudjunk elérni. És idén a Pride-on már 700 különböző cég vonult a Nyitottak vagyunk program keretein belül, és erről is hoztam egy kis videót. Már másodszor van nyitottakvagyunk.hu kamion. Idén is úgy látom, hogy elég sok első Pride-ozó van. Minden évben egyre többen vagyunk, akik a nyitottság mellett kiállunk. És ha folytatnám a sort, szintén egy együttműködés keretein belül jött létre a Bridge Budapest ösztöndíj programunk, a Logmin és a Ustream segítségével, ami arról szól, hogy fiataloknak, végzős egyetemistáknak, egyetemet nemrégen elvégzett fiataloknak adjunk lehetőséget arra, hogy külföldön kipróbálják magukat, tudást szerezzenek és ezt visszahozzák. Ez egy ösztöndíj program, különböző területeken várjuk a jelentkezőket, és ők több hónapot tudnak eltölteni különböző amerikai cégeknél, a fentebb említett három cégnél, illetve más cégeknél is, pont azért, hogy megtapasztalják, hogy inspirálódjanak, hogy lássanak világot, lássák, hogy ez hogy működik, és utána hazajöjjenek, visszajöjjenek Magyarországra, és ezzel az inspirációval ők is létrehozzák az ő ötletükből az ő cégüket, bármit. És még egy programot szeretnék elmondani nektek, ami nekünk nagyon fontos, most már 4 évet csináljuk, ez pedig a renovációs projektünk. Most már 2 éve megyünk vissza a Bagi barátainkhoz, ahol közösen együtt fejlesztjük a közösséget, építjük a közösséget, és erről is hoztam nektek egy videót. Bag Pest megyében van, 4500 lakosa van körülbelül, 500 ebből roma nemzetiségű, és hát ez egy szegregált terület, tehát teljesen szeparálva vannak a falutól, és mi a Bagázs nevű non-profit szervezettel együtt, illetve a Bagi emberekkel együtt dolgozunk itt most már 2 éve. Yeah.
Nem csak azért fontos nekünk, mert adunk valamit valakinek, és ez nagyon jó, hanem azért is, mert nálunk 21 különböző nemzetiség dolgozik együtt, akik a világ különböző részéről jönnek Budapestre. Budapest egy nagy tech központ, mindenhol romkocsma van, meg nagyon sokan angolul beszélnek, meg minden, és azért nagyon jó nekik is, és nekünk is, amikor ilyen helyekre megyünk el, és egy más kultúrát, egy másfajta közeggel ismerkedünk meg. És a következő értékünk az a We Stand Up, szólalj fel. Ez arról szól, hogy attól még, hogy valamit itt szoktunk csinálni, ez a rutin, ez a szabály, már itt csinálták 100 éve is, az nem biztos, hogy jó. Nem biztos, hogy még most is oda fog engem vezetni, ahová gondoltam, hogy majd vezetni fog. Meg kell kérdőjelezni ezeket a dolgokat, hogy ez biztos az-e, ezzel a dologgal én oda fogok eljutni, ahova szeretnék. Ez azt jelenti, hogy nem fogadjuk el vakon a status quo-t, vagyis megkérdőjelezzük magunkat minden nap. Biztos, hogy ez az, ami a célomhoz el fog engem juttatni? Nálunk a Preziben meghallgatjuk egymás kritikáját, nem csak a véleményét, hanem a kritikáját is, és el is várjuk azt, hogy más is kritikával éljen a mi véleményünk ellen. És ez nagyon fontos, mivel így lehet tovább lépni, hogyha nem maradunk benne a rutinba és a megszokásba. Örömet szerzünk. Ez arról szól, hogy hiszünk abban, hogy az emberek életébe szépséget és derűt is tudunk vinni a termékünkön keresztül. Mi azt szeretnénk, hogy az emberek örömmel használják ezt a terméket. Nem csak azért, mert ez a legjobb termék, meg ez az egyetlen a piacon, tegyük föl, hanem mert jó használni. Nekünk az, hogyha egy mosolyt tudunk csalni egy felhasználó arcára, megéri azt a befektetett többletmunkát, amivel ezt elértük. És azt szeretnénk, hogy az emberek, akik használják a termékünket, büszkék legyenek arra, amit készítettek ezzel a termékkel, és hogy megmutassuk mindenkinek, hogy bárki tud szép dolgokat előállítani. Nem kell művésznek lenni, designernek lenni ahhoz, hogy ilyeneket tudj csinálni. Te is meg tudod csinálni. És ez az örömet szerzünk, ez nem csak a felhasználókra igaz, hanem a szervezeten belül is. Mi felismerjük és elismerjük egymás eredményét. És ezt a pozitív attitűdöt próbáljuk a mindennapjainkban megélni, nem csak akkor, amikor a sikereinket ünnepeljük, hanem akkor is, amikor már a 20. órája próbálunk megoldani egy problémát, amikor leállt a szerver, nem elérhető az oldal, vagy bármi egyéb. Erre van egy nagyon kedves példára az értékünkre. Az egyik product managerünkkel történt. Cipruson volt egy konferencián, és beszélt a Preziről és a Preziben végzett munkájáról, és egy 90 éves néni megkereste őt az előadás után, hogy te tényleg a Prezibe dolgozzal, és igen, hát én nagyon-nagyon köszönöm, és majdnem sírva fakadt a néni, hogy hát hogy olyan, hát ez a Prezi, ez olyan csodálatos, mert hogy annyira szép, és ez a mi számunkra fontos, a felhasználó. Ezt nem magunknak csináljuk ezt a terméket, hanem a felhasználónak. Mi azt szeretnénk, hogy ő legyen boldog attól, hogy használhatja ezt a terméket. És mi megcsináljuk. Ha egy hegyet akarsz elmozdítani, akkor szikláról sziklára kell haladni. És mindig meg kell találnod a jó sziklát, amit el kell mozdítanod. Mi a Preziben ez alapján dolgozunk, megkeressük a jó sziklát, és mindent megteszünk azért, hogy ez a hegy oda kerüljön, ahol annak lennie kell. Mit teszünk ezért? Először is mindenki számára világos célokat állítunk, mindenki tudja, hogy mi a dolga, mit kell tennie, azért, hogy ezeket a célokat elérjük,
megtartjuk az ígéreteinket, nem hibáztatjuk egymást, és tanulunk a hibáinkból. Ez mit is jelent? Azt, hogy meg kell csinálni, azt megcsináljuk, és akkor is megcsináljuk, hogy akkor is dolgozunk rajta, ha nem vagyunk benne biztosak, hogy ez a, ahogyan haladunk, az jó. Hibát követünk el, és tanulunk a hibából. Hibázás nélkül nincs fejlődés. Ahogyan a technológiai vezetőnk mondta, az nem is igazi mérnök a preziben, aki még nem okozott prajóvant, az pedig azt jelenti, hogy hát valami nagyon elromlott. Tehát ez egy olyan környezet, ahol például egy mérnök nem fél attól, hogy ő mondjuk egy ilyen problémát fog okozni, mert hogyha egy ilyet okoz, mivel nagyon jó embereket veszünk föl, tehát ő nagyon jól tudja az ő szakmáját. Tehát, hogyha hibát követ el, akkor nagy valószínűséggel olyat csinált, amit még eddig nem. Tehát bátran merte vállalni a kockázatot, hogy valami újat, valami jót csináljon. És ez pedig az egyik, vagy talán a legfontosabb értékünk, a V-stretch, vagyis a határainkon kívülre nyújtózkodunk. Hogyha nagy eredményt szeretnél elérni, akkor nagy célokat kell magad elé tűzni. Soha nem rutin feladatokat csinálunk, nem választunk egyszerű célokat, mert akkor nem lehet nagy dolgokat elérni. És miközben a céljaink felé törekszünk, igenis el kell érnünk a komfortzónánk határát, sőt túl is kell azon lépnünk. És új dolgokat tanulni minden hónapban, minden héten, minden nap. És ez is nagyon fontos kritérium, amikor valakit felveszünk a prezihez, hogy valaki hajlandó legyen tanulni. Hogy valakit ez igazán motiváljon, hogy új dolgokat lássak, új dolgokat tanuljak, olyan dologba vegyek részt, amit még eddig senki nem csinált soha előttem. És ez az, ami nagyon fontos számunkra, hogy olyan dolgokat teszünk, amit még nem csináltunk előttem, amit azt gondoltunk, hogy túl nehéz, és nem is fogjuk tudni megcsinálni, és ezt csináljuk minden nap. És ez az, amit értékelünk is a prezisekben, a dolgozókban, és így tudunk fejlődni a termékkel is. És ezt miért is mondom el nektek, ezt a sok-sok értéket? Azért, hogy lássátok, hogy merjétek vállalni a gondolataitokat, az ötleteiteket. Itt elhallgozott a mi utcánknál is, hogy igenis az ötlet az nagyon fontos, az számít, és hogy rutinból, megszokásból nem lehet változtatni, nem lehet új dolgokat csinálni. Menni kell változtatni, és el kell jutnod a komfortzónád határáig, meg kell nézned azt, hogy tud, hogy hová vagy képes eljutni. Addig, amíg a rutinban vagy benne, addig nehéz újat létrehozni. És mi itt is, az eltelt 5 évben, mivel 5 éves, most már lassan 6 éves lesz a prezi, hogy mi történt velünk. 9 emberrel kezdett 2008-ban a prezi, most már több mint 210-en vagyunk, és fokozatosan növekedünk. 24 különböző nemzetiség dolgozik nálunk, tehát a világ minden tájáról jönnek ide az emberek azért, hogy itt tudjanak dolgozni, hogy velünk együtt ezeknek az értékek mentén állítsák elő, hogy fejleszik a terméket. 3 lokációnk van, San Francisco, Budapest és Seoul. Budapest a headquarter, itt van a termékfejlesztés, itt vagyunk különböző 170-en, San Franciscóban pedig hát a többiek, mert Szóba csak 2 emberünk van, ez még kicsi. Illetve most már 7 irodát jártunk be, Budapesten most már a 4. irodánkban vagyunk, San Francisco a 3. irodájában van, de ő is ki fog jönni, illetve 8 különböző nyelven érhető el a prezi, 8 nyelvet szupportálunk, köztük a magyar nyelvet is, úgyhogy nyugodtan próbáljátok ki. Nem csak angolul beszél, nem csak spanyolul beszél, nem csak japánul beszél, beszél magyarul, tudtok magyarul kérdezni is, és el tudtok érni különböző segédeszközöket is magyarul. Illetve most már több mint 45 millió felhasználónk van világszerte. És az iPhone applikációnk az 5. volt nem régen. Olyan nagyokat megelőzve, mint a Yahoo Mail alkalmazása, vagy az Evernote. 2014-ben a legjobb alapító díjat kapta a Prezi alapító gárdája, aki Halácsi Péter, Árvai Péter és Somlai Fischer Szabolcs. Illetve a TED Conferences-zel együtt működve nagy véleményformálók és
különböző keynote speakerek, előadók használják a Prezit arra, hogy inspiráljanak másokat, arra, hogy, hogy elmondják az ötleteiket másoknak, köztük például Bono a legutóbbi TED konferencizen, és illetve más nagy tech cégekkel együtt a Prezi 2004-ben csatlakozott egy oktatásfejlesztési rendszerhez, programhoz az USA-ban, és igen, itt látható Péter az alapítónk, az egyik alapítónk, és én azt szeretném, hogy azt vigyétek magatokkal erről a mai napról, hogy igen, a ti ötleteitek is számítanak, hogy igenis ti is képesek vagytok elérni azt, amit szeretnétek. Ennyi, köszönöm.